Meghalt egy nagy vitorlázó legenda, a velencei tó szerelmese, az utánpótlás pillére. Timu, alias Timár Péter mindössze 41 éves volt, sokszoros hazai bajnok, EB győztes, aki megszállottként nevelte az utódokat a vízen, maga is Agárdon a jacht kikötőben élt. Timu személyiségét, a sportembert idézzük most fel Virág Zsófia és Jurik György vitorlázókkal, de előtte Timu néhány gondolatát elevenítjük fel. Azt szeretnénk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik később az életben is nagyon jól megállják a helyüket. Olyan sportembereket, akik ha tehetségesek, vagy csak szorgalmasak, akkor a lehető legjobb eredményeket érjék el egy olyan sportágba, ami nagyon nehéz, mert az elemekkel küzdeni kell, hidegben, melegben egyaránt helyt kell állni. Illetve ezen túl, ha úgy adja a lehetőség vagy a sors, akkor pedig olyan eredményes versenyzőket nevelni, akik nagy eredményeket érnek el, és a munkánkat végül is láthatóvá teszik. És akkor Jurik György és Virág Zsófia, hogy ígértem, jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Hát felteszem, még maximálisan hatás alatt vagytok a történteknek, amiről igazából derült égből villámcsapás, nem lehetett semmit tudni. Egy kiváló sportember, kiváló egészségi állapotban hazament, lefeküdt, elaludt. Mi történhetett? Hát gyakorlatilag mi annyit tudunk, hogy gyenge volt a szíve. És állítólag egy ki nem hordott influenza következménye volt? Nem tudunk semmi ilyesmiről. Tehát egyszerűen valahogy a sors így alakította ezt a dolgot, és el kellett mennie. Szombat reggel így találtuk őt. Uh-huh. Ugye a nekrológokat olvasva, meg főként azt, amiket a tanítványok mondtak róla, az egészen megdöbbentő volt, hogy milyen tisztelet övezte, és mennyire felnézett rá mindenki. Mi volt az ő titka? Zsófi? Mindig nagyon szigorú volt, de mellette tudtuk, hogy a mi javunkat szolgálja, és az, hogy mindig leszírott minket, végül az eredményességünket is mutatta. És szerintem, akik meg ebben a korban még nem jönnek rá, ugye kisebbek, a 6-tól 17 éves korig inkább, ők majd felnőtt korukban fognak úgy tekinteni vissza, hogy ott, ahol most tartanak, az mind a Timónak a java, és a javukra szolgált, nem pedig rosszat akart nekik. Nagyon szigorú volt. Igen, minden apróságra odafigyelt, és rendmániás volt, ami sokaknak teher volt, de egy rendes felnőttnek a tisztasága és minden hozzátartozik, szóval majd inkább felnőtt korukba fognak rájönni, hogy ez fontos volt. Hát igen, ezt nem véletlenül mondja szerintem Zsófi Gyuri, mert ugye arról van szó, hogy ez nem csak magáról az edzésről szól, nem? Ez egy teljes személyiség, meg az, hogy milyen emberré válsz, ez abban is segít. Az igazság az, hogy ő egy nagyon határozott személyiség volt, és nagyon céltudatos, tehát tudta, hogy mit csinál. Tudta, hogy hogyan akarja ezt csinálni, és nagyon nagy céljai voltak még, és nagyon élvezte, amit csinál, nagyon szerette. Mi gyerekkorunkban, már kicsikorunkban megismertük egymást, én is ott lakom a Velencei tó mellett, és tehát belenevelkedtünk ebbe az egészbe, beleszülettünk. Én jó néhány évet kihagytam, de pár évvel ezelőtt ő volt az, akinek köszönhetem, hogy újra úgymond szerelmese lettem a vitorlázásnak. De bocsáss, hogy te amúgy hobbi versenyzőnek minősíted magadat, de az, hogy újra belevágtál, az abszolút ő volt az inspiráló is így háttérben. Van. Ő volt, aki tulajdonképpen ezt az egészet ott Agárdon mozgatta, létrehozta, szinte alapította, nyilván nagyon sokan mellé álltak, nagyon sokan mellé álltunk. Egyszerűen jó volt vele lenni, jó volt vele dolgozni, jó volt vele. Én imádtam vele folyamatosan, 100%-osan mindenbe támogatni az ő munkáját. Úgyhogy ő az az ember volt, én nem mondanám azt, hogy szigorú volt, de valójában határozott volt, és nagyon céltudatos, még egyszer el kell, hogy mondjam. Tehát tudta, ő azok közé, az emberek közé tartozott, aki tudta, hogy mit csinál, és pontosan tudta, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát pontosan tudta, hogy ott Agárdon, ezen a bázison, ott mit akar elérni és mit akar kihozni, és ezekből a gyerekekből is az, hogy folyamatosan velük akarja a legjobbat tenni. Így van. Mondhatni, ez egy életstílus, ahogy szoktuk hívni, vagy ahogy ő szokta nevezni, ez a Timu élet stílus.
egyszerűen nehéz erről beszélni, de rettenetesen hiányzik. Rettenetesen eltűnt valami az életünkből, ami fontos volt mindannyiunknak. Ő egy nagyon iránymutató volt, és tényleg imádta, amit csinált. És mindannyiunkkal megszerettette ezeket a dolgokat. Nehéz megszólalni, nehéz ezekről beszélni. Zsófi, te veled hogy szerettette meg? Te hogy kerültél hozzá, és hogyan lettél ennek az egész ügynek a rajongója? Én még 2005-ben talán egy táborba mentem el, mert az édesanyámnak volt a edzőtársa régebben, és így hívott minket, gyerekeket, hogy menjünk hozzá a táborba. Ezek is legendások voltak ezek a táborok, amiket ő tartott. Igen, a Timó életstílus tábor volt a neve, nem is vitorlás tábor, ez is mutatta, hogy itt nem csak a vitorlázásról volt szó, és tényleg más programok is voltak, múzeum, meg biciklizés. Hát nálatok ott a családot, azt fertőzte a dolog, igaz? Körbe bicikliztük a tavat, meg mozi, meg mindenféle volt benne, szóval nem csak a vitorlázásról szólt. És így tetszett az elején az egy-két hét vitorlás tábor, de utána, amikor az édesanyám azt akart, hogy elkezdjem, akkor nem szerettem volna így lemaradni, meg heteket ott tölteni, és az elején nem tetszett. Aztán átültem egy másik hajóosztályban, ami nagyon megtetszett, és megszerettem, és miután csak a Timó volt az edzőm, és ezeket az alapokat elkezdtük megtanulni, utána nagyon szívemhez nőtt, és most már az időmnek a felét gyakorlatilag, vagy egy harmadát biztosan ezt teszi ki, hogy ott vagyok lent, és tényleg így együtt vagyunk, meg külföldön ugye nagyon sokat töltöttünk, és ott például ugye együtt lakunk, szóval nem mindig étterembe járunk, akkor együtt kellett főzni, meg takarítani, meg hát ez azért azt tegyük hozzá, itt a jachtklub, ez így elegánsan hangzik, de azért itt nem egy luxus létesítményről beszélünk, hanem ugye egy közösség, amit tud belerak. Ez így van. Ez is lényeg az életstílusnak, igaz? Pontosan. Azt nézzük meg, hogy hogyan kell ezt továbbvinni? Tehát van itt egy életstílus, volt egy életstílus, a velencei tó szeretete, a vitorlázás, ez mindenki rátragadt. Ez most, hogy ő nincsen, én azt gondolom, valamifajta kötelezettség is annak a közösségnek, aki őt szerette, nem? Hogy maradjon meg és maradjon együtt. Szinte azt mondhatom, hogy ő megalapozta a dolgokat, létrehozta ezeket, és megvan az a mag, megvannak a szülők, itt vannak a gyerekek hihetetlen lelkesedéssel. A szülők, én azt látom, hogy valami hihetetlen bizalommal, ami az évek alatt alakult ki felénk, és tényleg egy nagyon összetartó csapat vagyunk, és ez a csapat gyakorlatilag tartja fönt az egészet. Nehéz lesz nélküle, más lesz nélküle, de összetartunk és számítunk egymásra, úgyhogy megyünk tovább. Tehát marad mindenki, és már csak miatta is sőt, csinálni kell, nem? Azt kell, hogy mondjam, így van, tehát ő miatta mindenképp is, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkiben megvan egy darabja, amit tovább vigyem. És az emlékét, azon kívül, hogy mindenki viszi a szívébe tovább, egy valami fajta rendezvény, ami viseli majd a nevét, biztos, hogy ilyen is töritek a fejeteket, nem? Hát az igazság az, hogy az elmúlt években dolgoztunk azon fejben már, hogy mi ketten, mint két jó barát, milyen versenyeket fogunk alapítani, mind a velencei tavon, mind a Balatonon. Jókat mókáztunk azon, hogy 70 éves korunkban majd hogyan fogjuk átadni azokat a díjakat, amiket most fogunk megalapítani, most fogunk létrehozni. Ezek meg lesznek. Meg lesznek. Nagyon furcsa volt, mikor arról beszélgettünk, hogy vannak olyan versenyek, amely versenyek a mi gyerekkori barátaink nevét viselik, emlékversenyek. Most lesz ilyen is, és nem csak Magyarországon, külföldön is. Ott is nagyon sokan szerették, és nagyon sokan ragaszkodtak hozzá. Már kaptunk jelzéseket, hogy külföldön is versenyeket, emlékversenyeket hoznak létre vele kapcsolatban, a nevével kapcsolatban, a létezésével kapcsolatban. De a legfontosabb, hogy a szívetekben, amikor majd hajóra szálltok mindig.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.